Igen, én vagyok. Üdvözlöm. Excel Dizertet-től keresem, NDM Next Energia kereskedelmi ZRT megnyitása volt. Alkalmos ez időpont, hogy máskor tudjam vissza. Igen, most alkalmas. Rendben, köszönöm. Itt tájékoztatnom kell, hogy beszélgetésű minőségbiztosításokból borogszítésre kerül. Adatvédelmi tájékoztatunkat a boldalunkon, adatvédelmi tájékoztató monikonban eredt jel, és azonosításot szeretném elkérni születési helyét idei édesanyjának lánykori nevét. Honnan telefonál? Pontosan? NVM Next Energia kereskedelmi ZRT megbízásából áramszámlával kapcsolatosan kerestük. És ahhoz miért kell nekem azonosítani az NVM ezeket az adatokat, tudja? Így van, én is tudom ezeket az adatokat, azért tudom leellenőrizni. Ha nem tudnám, akkor nem kell, mert nem lenne ilyen száma. Mivel az ön számlájára vonatkozó információkról kell tájékoztatnom, emiatt kell beazonosítanom. Rögzített vonalban elhangozzon az, hogy én megbizonyosodtam arról, hogy ön ténylegesen az ügyfel vagy sem. És ha ügyfélszámot mondok, az nem elég, mert neked az az NVM-nek tudni kéne. Nem az a lényeg, hogy tudjuk-e vagy sem. Én minden három adatát, amit kértem, tudom, itt van a rendszerben, csak be kell önt azonosítanom, hogy tényleg ön-e az vagy sem. Hát én viszont nem szeretném akárkinek megadni. Az NVM-nek megadtam, amikor regisztráltam náluk, de hát másképp én nem szeretném megadni, hát meg hát ők tudják ezt. Tudjuk, így van. Nem bekérjük az adatot, nem felrögzítjük, mint új adat, hanem leellenőrizzük, hogy stimmel-e, de akkor nem egyeztetünk. Viszont akkor olyan kérdésem lenne, mert már korábban is többször kerestünk, és így a változás nem történt az ügyel kapcsolatosan. Teamre levelet kapott be esetleg tőlünk, illetve a szolgáltatótól áramügyben? Nem kaptam szolgáltatótól, nem kaptam. Illetve múlt héten jött egy értesítés az applikáció keresztül, hogy kiállították a következő villanyszámlát, de én azt tegnap előtt be is fizettem. Egyébként a határidő aztán november 10-e volt. Vagy lett volna, de az már van fizetve. Tehát jelenleg most meg tudom nézni a rendszerbe, hogy van egy 0 forintos egyenlegen. Az a baj, mivel én nem tudom elmondani, hogy én miért kerestem, és hogy a szolgáltató nekünk mit jelzett, az a baj, hogy ezt nem tudjuk megbeszélni. Maximum akkor újra kiküldünk egy levelet, és akkor abból tud esetleg informálódni. Hova akarja azt a levelet küldeni? Azt azért... Hát akkor nem csoda, hogy nem kaptam meg, mert az a cím az már rég nem létezik, már több mint 9 hónapja nem ott lakok. És tud esetleg valamit az átírásról, hogy az új tulajdonos megtette az átírást, vagy nem? Ja, igen, tudok, az a lakás az el lett adva áprilisba, és a mérőórát az új tulajdonos nevére át lett írva. Az akkori óraadásra megfelelően, és akkor egy nullás számlával lett átírva. Tehát onnastól kezdve ahhoz nekem már semmi közöm nincsen. Érdemes lenne, vagy a szolgáltatónál, vagy akkor az új tulajdonosnál utána kérdezni, hogy az átírást az mikor fogja esetleg megtenni, vagy valami... Azt már megtette. Az már megvan. Tehát konkrétan van önnek egy dokumentum a szolgáltató részéről, hogy értesítik önt, hogy leírásra került az ön nevéről a szolgáltatás? Hát én ezt a dokumentumot már áprilisban aláírtam, hogy a mérő átadás megtörtént. Én is aláírtam, az úton is, és aláírta, és egy értesítést is kaptam, hogy a rendszerből az törlődött, tehát már meg sem tudom nézni az ottani ügyfélszámomat, meg egy gyengemet, mert az már nem létezik. Értem, tehát az a dokumentum, amit kitöltenek, azt önök tölti ki. Itt kérdés az volt, hogy szolgáltatótól utána, később kapott-e ön egy dokumentumot postai úton, amiben közlik önnel, hogy a mérő órát leírták az ön nevére. Valószínűleg nem. Nem, ezt elektronikusan kaptam e-mailbe. Meg az applikáción keresztül, az NVM Next applikáción keresztül kaptam. És mi volt? Tehát benne volt konkrétan az, hogy leírták az ön nevéről? Igen, valami ilyesmi, hogy a mérőórá, meg ugye, ameddig nem volt leírva, addig mind a két ügyfélazonosítót láttam, hogyha váltogattam az applikációba, most már nem látom már hónapok óta, mert hogy ugye már nem hozzám tartozik. Tehát az, hogy az új tulajdonos az a meglévő azonosítót vitte tovább, vagy kapott-e újat, azt én nem tudom. Jó, az a baj, tehát már ott
a fütyeztetés megakadt, hogy nem tudtam beazonosítani. Én nem tudom elmondani, hogy mivel kapcsolatosan keresem, mi az, amit látok, a szolgáltatóban azok mit jelzett, de amit látok abból kiindulva, én mindenképpen én arra sokkalra nevennek, persze nem kötelezem rá, hogy legyen a szolgáltatóval egy egyeztetés áramszolgáltatásra vonatkozóan, csak legalább annyit, hogy elkérdezzem, hogy ténylegesen az új tulajdonos részéről megtörtént az átírás, mert hogyha nem, akkor legalább kiderül, és akkor le tudja iratni az ön nevéről ezt esetleg. Ennyit érdemes akkor megtenni. Hát rendben, ezt megkeresem az MVM ügyfélszolgálatát nyilván, de... De a Szent Mihályra nekem ne küldjenek levelet, akkor inkább küldjék e-mailbe, vagy... Mert azt megkapom, hogy vagy az applikáción, hát ezt, ott tudnak nekem üzenni, és szoktak is. Applikációban nem érkezik semmilyen üzenet, az csak ugye egy rendszerűzenet. De értesítés érkezik, hogy kiállították a számlát, ott kell az odaállásokat is diktálni, és e-mailbe is ezek az szoktak jönni. Jó, annyit tudunk, hogy akkor postai úton... Na, az már stimmel. Oda... Azt meg is fogom kapni, hogyha oda küldik. Jó, rendben, berögzítem, elküldjük, de azért mindenképpen én azt mondom, hogy legyen majd egy egyeztetés a szolgáltatóval is ezzel kapcsolatban. Én bebe felveszem velük a kapcsolatot. Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm akkor. Minden jó, szép napot, viszontlátásra.